Árpa Attila egy magyar filmikon. Árpa Attila meghatározó alakja a magyar filmvilágnak. Ismertetőjele az egyedi rendezői stílusa. Munkái gyakran feszegetik a határokat. Igazi látnok. Attila jelentősen hozzájárult a magyar film tájképéhez. Számos sikeres filmet rendezett. Filmjei gyakran komplex témákat boncolgatnak. Mély szinten kapcsolódik a közönséghez. Munkásságát kritikai elismerés és népszerűség övezi. Számos díjat kapott. Hatalmas rajongótábora van. Befolyása tagadhatatlan. Attila továbbra is inspirálja a feltörekvő filmeseket. Sokaknak példakép. Megmutatja a művészi kifejezés erejét. Igazi mestere a szakmájának. Az Argo felemelkedése kultuszfilm. A 2004-ben megjelent Argo gyorsan kultuszfilmmé vált. Az egész országban hatalmas sikert aratott. Megragadta egy generáció szellemét. Úttörő film volt. A film sikere példátlan volt. Rekordokat döntött a mozipénztáraknál. Országos beszélgetéseket indított el. Megszilárdította Árpa Attila vezető rendezői státuszát. Az Argo hatása túlmutatott a jegypénztárakon. Befolyásolta a divat iránylatokat. Szállóigévé vált mondatokat ihletett. Belesimult a populáris kultúrába. Valódi kulturális mérföldkő volt. A film öröksége máig él. Klasszikusnak számít. Gyakran hivatkoznak rá a mai médiában. Sokak számára máig kedvelt film. Az iskolapadból a képernyőre Árpa nagy dobása az RTL-nél. Árpa Attila filmes útját nem a megszokott módon járta be. Ott hagyta a rangos színművészeti egyetemet. A filmeskedés iránti szenvedélyét követte. Kockázatot vállalt. Az RTL klub lehetőséget kínált neki. Felismerték a benne rejlő lehetőséget. Megígérték, hogy támogatják a vízióját. Elfogadta az ajánlatukat. Az iskola elhagyása merész lépés volt. Bizonyította az elkötelezettségét a filmkészítés iránt. Ez egy sorsdöntő pillanat volt a karrierjében. Meghatározta a jövőjét. Bátran nézett a kihívások elé, nem hátrált meg. Eltökélt volt a siker iránt. Tiszta elképzelése volt. Készen állt, hogy letegye a névjegyét. Végkielégítés nélkül stratégiai döntés. Amikor Árpa Attila elhagyta az RTL klubot, szokatlan döntést hozott. Lemondott a végkielégítéséről. Más terve volt. Nagyobb lehetőséget látott. A pénz helyett egy alternatívát javasolt. Megkérte az RTL-t, hogy fektessenek be a következő filmjébe. Hitt a víziójában. Bízott a képességeiben. Az RTL beleegyezett a javaslatába. Látták a siker lehetőségét, felismerték a tehetségét. Hajlandóak voltak kockáztatni. Ez a döntés fordulópont volt. Bizonyította elkötelezettségét a filmkészítés iránt. Megalapozta a jövőbeli sikereket. Stratégiai lépés volt. Kölcsönösen előnyös partnerség az RTL és Árpa megállapodása. Árpa Attila és az RTL klub közötti megállapodás kölcsönösen előnyös volt mindkét fél számára. Lehetővé tette Attilának, hogy elkészítse a filmjét, amit mindig is szeretett volna. Az RTL-nek pedig egy potenciális kasszasikert biztosított, ami nagy nyereséget hozott. Ez egy win-win szituáció volt, ahol mindenki nyert. Az RTL befektetése az Argóba busásan megtérült, és nagy sikert aratott. A film sikere növelte a hírnevüket.
jelentős bevételt generált. Megerősítette piaci pozíciójukat, és új lehetőségeket nyitott meg. Attila döntése, hogy lemond a végkielégítésről, lehetővé tette számára, hogy megvalósítsa művészi elképzeléseit. Megtartotta a kreatív irányítást. Megőrizte a becsületességét. Elérte a céljait, és büszke lehetett munkájára. Az Attila és az RTL közötti partnerség példaértékű volt, és sokak számára inspiráló. Bemutatta a közös vízió erejét. Kiemelkedő eredményhez vezetett. Sikeres partnerség volt, amely hosszú távon is gyümölcsöző maradt. Befektetés a jövőbe, az Argó diadala és ami utána következett. Árpa Attila döntése, hogy a végkielégítését az Argóba fektesse, kockázatos volt. Egy merész lépés volt. Vissza is üthetett volna, de bevált. Az Argó sikere igazolta a döntését. Bebizonyította, hogy jók a megérzései. Megszilárdította a hírnevét. Új lehetőségeket nyitott meg. A film profitja lehetővé tette számára, hogy tovább fektessen a karrierjébe. Ambiciózusabb projekteket valósíthatott meg. Kreatív kockázatokat vállalhatott. Bővíthette a látókörét. Az Argó diadala egy ugródeszka volt. Egy új szakaszba repítette a karrierjét. Kikövezte az utat a jövőbeli sikerekhez. Meghatározó pillanat volt. A magyar filmre gyakorolt hatás. A történetmesélés új hulláma. Árpa Attila munkássága mély hatást gyakorolt a magyar filmre. Egy új generációt inspirált. Kitolta a történetmesélés határait. Filmjei megkérdőjelezték a konvenciókat. Új témákat boncolgattak. Különböző stílusokkal kísérleteztek. Új utakat törtek. A hatása látható a kortárs magyar filmekben. Új mércét állított fel. Magasabbra tette a lécet. Ott te hagyta a kézjegyét. Öröksége továbbra is inspirál. Példakép a feltörekvő filmesek számára. Igazi újító. Úttörő. Befejezés. A művészi tisztesség bizonyítéka. Árpa Attila története a művészi tisztesség bizonyítéka és a filmkészítés iránti szenvedélyének megtestesítője. A döntése, hogy lemond a végkielégítéséről a kreatív irányításért, az elkötelezettségét mutatja a szakmája iránt. Merész lépés volt, de megérte. A víziójába vetett rendíthetetlen hite meghozta gyümölcsét, és a kitartása példaértékű. Az Argó sikere megszilárdította a vezető filmes pozícióját. Új lehetőségeket nyitott meg számára. Meghatározó pillanat volt. A magyar filmre gyakorolt hatása tagadhatatlan és mélyreható. A történetmesélés új hullámát inspirálta. Kitolta a filmkészítés határait, és új normákat állított fel. Maradandó örökséget hagyott maga után, amely generációkat inspirál. Árpa Attila útja inspirációt jelent a feltörekvő művészek számára, és példát mutat nekik. Megmutatja, milyen erő rejlik abban, ha valaki követi a szenvedélyét és nem adja fel. Kiemeli a művészi tisztesség fontosságát. Ez egy sikertörténet, amelyet érdemes megismerni.